Szerda hajnalban újabb dróntámadást intézett Kijev ellen az orosz hadsereg. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelem az összes pilóta nélküli gépet hatástalanította még a becsapódás előtt, csak úgy, mint egy nappal korábban, amikor szintén célba vették az orosz drónok az ukrán fővárost. A fronton továbbra sem tudtak komoly áttörést elérni az ukrán csapatok. Az utóbbi napokban Bakhmut környékén volt a legsikeresebb az előrenyomulás, de itt is csak néhány kilométert haladtak az ellentámadásban résztvevő erők. A front többi szakaszán a jól kiépített orosz védőállások egyelőre tartják magukat. Ukrajna még nem vetette be az ellentámadásra összevont erői jelentős részét. Várhatóan ezek akkor bocsátkoznak harcba, ha valahol sikerül áttörni az orosz védvonalakat. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter bejelentette, hogy mivel az Egyesült Államok kazettás tölteteket szállít Ukrajnának, az orosz hadsereg is használni fog ilyen fegyvereket, ráadásul az amerikainál jobb minőségűeket. Független forrásokból tudni lehet, hogy a háborúban az oroszok és az ukránok is vetettek már be kazettás bombát.